Szemtelenül fiatalon egy város elismeri a sikereidet, elismeri az eredményeidet. Mit jelent ez álmodra? Hát nagyon sokat jelent, főleg azért, mert itt a Balmazújvárosban történt. Ugye ezzel rengeteget küzdöttem, sok edzés, sok munka van benne, és nagyon boldog vagyok emiatt. Mikor kezdtél el kacérkodni a küzdősporttal? Ha jól tudom, nem a kickbokszal kezdted a pályafutásodat. Én karatézni kezdtem, azt hiszem 7 éves koromban, első osztályosként, és 8 vagy 9 évig űztem a karatét, és utána tértem át 2 év kihagyással a kickboxra. 7 évesen már karatéztál. Miért gondoltad azt, hogy neked ezt a pályát kell választani? Rengeteg sportot kipróbáltam, és ebben találtam meg önmagamat. Mit adott neked a karate? Hát a tiszteletet, fegyelmet, ugye a fizikai erő állóképességet, meg becsületet, úgy érzem. Mennyiben másabb a kickbox, mint a karate? Nem sok mindenben tér el, de mégis, főleg azért már, hogy itt benőttem magam, úgymond felnőttem a sporthoz, és sokkal máshogy látom a dolgokat emiatt. Számtalan országos és már világversenyen is képviselted Balmazújvárost a kickbox világában. Néhány héttel ezelőtt ugyanígy a képernyő előtt beszélgettünk a világbajnokságról, a világkupáról. Ugyanúgy gondolsz még vissza azokra a mérkőzésekre, ahogy néhány héttel ezelőtt, vagy pedig már feldolgoztad ezt a sikert és tudod kezelni? Hát igen, akkor még nem hittem el azt, ami történt velem, de már most igen, és még jobban felszívtam magam, hogy ezért még többet szeretnék. Még jobban, és nem elégszek meg az ezüsttel. A csapatod, a vezetők mit mondtak, amikor megtudták, hogy ezt az elismerést megkapod? Nem irigykedtek egy kicsit? Lehet volt bennük egy kis hátsó szándékos irigység, de nagyon örült mindenki. Támogattak, mellettem voltak, segítettek. Milyen céljaid vannak, milyen terveid vannak? Mindenféleképpen a versenyszerű sportolás az egekig, meg nagyobb ilyen rendezvényeken, versenyeken részt venni. Mennyire kell elhivatottnak lenni ebben a sportágban? Hát nagyon. Fejben ott kell lenni teljes mértékben. Inkább azt teszi ki a 70%-át az egésznek. Most már, hogy kezded megismerni a mezőnyt, vannak ellenfeleid, vannak valódi ellenfeleid, vagy pedig azért könnyen a csúcsra juthatsz? Persze vannak, meg vannak olyanok is, akikkel tartom a kapcsolatot manapság, mint civil barátként, de amikor benn vagyunk a ringben, akkor meg ugye ellenfelek. És igen, nehéz dolgom lesz. A mai fiataloknak, a mai 8-10-12 éveseknek igazi példaképe lehetsz. De te milyen gyerek voltál? Ki volt neked a példaképed? A legelső példaképem az ugye édesapám volt mindig is, meg hát ugye a nagy sportolók. Mindig a Muhammad Ali, a Rocky, ugye Tyson előttem voltak mindig is, és segítettek ebbe. Meg hát a filmek. De miket tanultál tőlük? Mi az, amit ellestél tőlük? Hát leginkább a kitartást, ami szerintem a legfontosabb is. És milyen gyermek voltál? Szófogadó gyerek voltál? Mindig meghallgattad a szüleidnek, a tanáraidnak a tanácsait? Nyilván nem voltam, egy igazi kis lázadó kis fene gyerek voltam, de ebből miből lesz a cserebogár? Ennek is köszönhető az, hogy ilyen irányba mentél el, a küzdősport irányába? Lehetséges, igen, lehetséges.